Debrecenben 14 ezer néző volt kíváncsi arra, hogy a hazaiak új vezető edzője egy nap alatt mit talált ki az FC ellen. Amikor az 50. percben Benyó szögletéből Bűcs a hálóba jutotta a hazaiak vezető gólját, még sokan sima győzelemre gondoltak. Nem sokáig, 3 perc múlva a lesztaktika helytelen alkalmazása miatt kapott gólt a DMSZ. Egy fradista csapat kiugrott, Fischer a hálóba kötött a labdát. Egy perc. A 71. percben vezetést szerzett az FTC. Középpályán indult a támadás, Bánkihoz került, aki saját magát köptette. A labda felpattant tiltfejéről, Bánki lecsapott rá, a kisztító mező mellett a hálóba ültött a labda. 2-1 az FTC javára. A 75. percben egyenlíteni tudott a hazai csapat. Tutorci köptette Benyót, a szélső ezúttal balról ívelt be, Melis vetőnyve fejelt a kapuba. 2-2, ennyi a végeredmény is.